Sziasztok! A mai alkalommal elérkeztünk az utolsó leckénkhez. Igazából ez két lecke, viszont ezt most egybe vesszük, hogy legyen időnk a második világháborúra is majd. Társadalom és kultúra az első témánk. Ez ugye a társadalomról, hogyha beszélünk, akkor először is mindig a népességet kell megvizsgálnunk, a népességnek a számát. Azt látjuk, hogyha megnézzük ezt a diagramot, hogy 1920-ban trianoni területen a népességnek a létszáma 8 millió fő volt, ez 1930-ra 8,7 millióra nőtt, majd 41-re 9,3-re, tehát itt van egy nagyobb ugrás, viszont azért azt is tudni kell, hogy a természetes szaporulat mellett ennek az is volt az oka, hogy többen az elcsatolt területekről Trianon után Magyarországra költöztek, például Romániából, Csehszlovákiából vagy Jugoszláviából az ottani magyarok. 1938-tól pedig jön a revízió, és ugye látjuk, hogy a 41-es népszámlálásba bizony már beleszámítanak a revíziós sikerek is, tehát a Felvidék déli részének és Kárpátaljának a visszatérése. Itt egy korfát látunk, ilyet biztos, hogy néztetek már Föcin vagy Bioszon vagy a Csillanénivel. A korfa ugye azt mutatja meg, hogy egy adott időszakban hány évesek az emberek. Tehát itt vannak az újszülöttek a nullánál, itt a 10 évesek, a 20, 30, 40, 90 évesek, férfiak és nők. De ami érdekesség, hogy ez a korfa 1930-ból való. Tehát itt legalul azok helyezkednek el, akik 1930-ban születtek, és itt pedig van egy nagy üresség, ott olyan 12-13 év között, 14. Hogyha valaki gyorsan végez egy felszámolást, és az 1930-ból kivonja azt a 15 évet, akkor megkapja azt, hogy 1915-16, ugye minden egyes vonalka egy-egy évet jelent, tehát itt az első világháborúnak a meg nem született gyermekeit látjuk gyakorlatilag. Tehát azt, hogy nagyon sok gyermek akkor nem születik meg, hiszen a férfiak a fronton vannak. Ilyen jó dolgokat is meg lehet nézni egy ilyen korfánál. Ezt csak érdekességképpen hoztam, hogy egy ilyen nagy beugrás, tehát ahol kevesen vannak, ez például általában háborúkat vagy járványokat jelent, tehát ebben a korban inkább háborúkat. 1920-ban trianoni béke. Na most itt azt látjuk, hogy Magyarország nemzetisége hogyan alakul. 1910-ben a magyarok aránya nem éri el az 50%-ot, közelít felé. Szóval lakik nálunk egy csomó román, német, szlovák, stb. A trianoni béke ebbe drasztikus változást hoz. Mint látjuk, a magyaroknak az aránya 90% fölé emelkedik, és a német lesz az a nemzetiség, amelyik a magyar után a legnépesebb, a legnagyobb számba fordul elő. Tehát a trianoni határokon belül a magyarság valóban többségbe kerül, és valóban mondhatjuk azt, hogy ez egy egységes nemzetállam lesz, némi német kisebbséggel. Itt is lehet látni, ugyanezt a diagramot hoztam, a magyarok aránya 1920-ban, a magyarok aránya 90% volt, 10%-nyi nemzetiség volt, főleg németek. Aztán 30-ban ez tovább erősödött, a magyarok aránya még tovább növekedett. 41-ben azonban azt látjuk, hogy a magyarok arányszáma lecsökkent. Ha valaki ugye ezt átgondolja, hogy mi történhetett, hát ez nem más, mint a revízió, a 38-39-40-es revízió, amikor ugye a magyar népesség mellett egy kis szlovák, egy csomó ruszin, más néven ukrán, illetve a 40-es revízióval majd egy csomó román is visszatér Magyarországra, körülbelül 1 millió román lakos is visszatér, hiszen Észak-Erdély visszacsatolása nem volt annyira egyértelmű nemzetiségi szempontból, ott nagyon nehéz volt a határt meghúzni igazságosan. Ugye itt vannak tehát a revíziós sikerek, 38 Felvidék, 39 Kárpátalja, 40 Észak-Erdély és a Délvidék ugye 41-ben. Ezt már vettük. Itt a vallási megoszlás látjuk, hát Magyarország egy katolikus ország, kétharmada lakosságnak katolikus lesz. Görög katolikusoknak nagyon kicsi létszáma van, hiszen alig értek nálunk ruszinok. Református a második legnagyobb vallás,
aztán az evangélikus, és ugye 5%-nyi izraelita vallású, körülbelül azt tudom mondani, hogy egy olyan 500 000-nyi zsidó lakosságunk volt, aki kifejezetten izraelita vallásúnak is vallotta magát. Milyen ez a hortikori társadalom? Talán a legjobb szó arra, hogy mozdulatlan. Nem igazán változik a dualizmus korához képest, a gazdagok és a szegények közötti szakadék pedig tovább mélyül. Tehát akik eddig gazdagok voltak, még gazdagabbak lesznek, a szegények pedig még szegényebbek. A legsúlyosabb probléma, ugye ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a parasságnak nincs földje, nincs földosztás. A hortikor sem csinálja meg a normális földosztást. Ugyan Teleki ugye 1920-ban egy picike földosztást rendez, tehát ez nagyon messze van attól, hogy a parasztok és a családjuk meg tudjon élni abból a földből. Ugye ezt említettem, hogy 5 holdnyi az a terület, ami kell ahhoz, hogy egy paraszt család megéljen belőle. Na nézzük a felső 10 000-be, kik tartoznak bele. Természetesen a gyártulajdonosok, mint például Weiss Manfrednak itt a gyárát látjuk, vagy az arisztokraták, itt ugye az Andrássy kastélyt látjuk. Hát az ő életvitelük ugye messze meghaladta mindenkiét. Vidéken laktak kastélyokba, vagy városi nagy házakba, és az egyik legfontosabb szórakozásuk a vadászat volt, na de hát nem olyan egyszerű vadászat ám, hogy itthon a szarvasokat kergették, itt Széchenyi Zsigmondot látjuk, aki azért leginkább Indiába járt vadászni, Indiába, illetve Afrikába, rosszul mondtam, Afrikát nagyon szerette, és Indiába is járt egyszer vagy kétszer vadászni, azt annyira nem, de Afrikában rengetegszer járt vadászni, hát itt pedig Széchenyi Zsigmondot látjuk magát, az arisztokrata úriembert. A következő réteg ez az úri középosztály, akit már vettünk a dualizmus alatt is, ugye, hogy minimum egy cseléd, azt hiszem, hogy így határoztuk meg, ebben az időben már folyóvízzel felszerelt fürdőszobákban laktak, angol WC is volt ugye a fürdőkben, tehát mindenféle kényelmi berendezés, gázzal fűtöttek, bojlerok voltak, központi fűtés, mindenféle. Mivel szórakoztak az úri középosztály, illetve az arisztokraták? Hát természetesen arisztokratikus sportokkal, például a tenisz, ez egy elég drága sportág, aztán síelni jártak, lovagoltak, vagy lovaspólóztak, de aztán megjelentek olyan új extrém sportok is, mint a repülőgép vezetés, illetve az autóversenyek is elterjedtek Magyarországon, hát ilyen korabeli kis autókkal. Egyen alatta van ez a kispolgárság, ugye, akik azért próbálják utánozni a polgárokat, viszonylag kényelmes lakásokban élnek, náluk is megjelennek már a központi fűtés, meleg víz, stb. Vendéglőkbe járnak néha napján. Aztán, ami a legszomorúbb, én úgy gondolom, vagy talán a hortikornak talán a legjobban elhagyatott rétege az a parasság. Ugyanis míg a munkásságnak például volt balesetbiztosítása, vagy betegbiztosítása, addig a parasságnak a tömegei ettől elestek, tehát őrejük ez nem vonatkozott. És hát meglehetősen nagy gyomor volt vidéke. A parasság, hogy a földje ne darabolódjon tovább, hiszen a föld hiány volt a legfontosabb probléma, hogy ne darabolódjon tovább a föld egyes területeken, divat lett az úgynevezett egykézés, ez azt jelentette, hogy egyetlen gyermeket vállaltak. Mindössze, és mindenféle úton, módon megpróbálták meg akadályozni, hogy többi gyermek szülessen, hát ehhez elsősorban a fogamzásgátlásnak a természetes módszereit vették igénybe, tehát a nő hölgyek megfigyelték, hogy a ciklusuk az hogy alakul, stb., és próbálkoztak így védekezni. A parasság problémája óriási. Ugye látjuk, hogy Magyarországnak a lakossága, ide gyorsan visszamegyek, összesen 8,7 millió 1930-ban, tehát nem egészen 9 millió. Na most az egyes beslések szerint ebből 3 millió koldus országa vagyunk, tehát ebből a nem egészen 9 millióból a lakosság egyharmada koldus, azaz szegény. Kifejezetten szegény. Nagyon nyomorúságos körülmények között él.
mondjuk ez a 3 milliós szám, ez a gazdasági válság idejére vonatkozik. Nagyjából azt lehet mondani, hogy egy 1,5 millió ember volt tartósan a hortikorban valóban nagyon szegény, és a gazdasági válság újabb 1,5 millióval növelte az ő számokat. Ipari munkásság. Az ipari munkásság kedvezőbb helyzetben van, mint a parasság. Az előbb már mondtam, hogy Bethlen alatt bevezetik a kötelező beteg, baleset, biztosítás, nyugdíjat, illetve a 8 órás munkaidőt. Ez a munkásokra vonatkozik, az ipari munkásokra, a mezőgazdasági munkásokra, a falvakban élőkre nem. És ezért mondtam azt, hogy az ipari munkásság is sokkal jobb körülmények között tudott élni, mint a falvaknak a nyomorgó parassága. Oktatás. Na most, ha valamiben a hortikor nagyot alkot, akkor az az oktatás. Ezt gyakorlatilag aranykor, ide is írtam egyébként, hogy ez az aranykora a magyar oktatásnak. Nagyon szeretnénk, ha most ilyen lenne, ilyen sikeres, vagy ennyire eredményes lenne a magyar oktatás, mint a hortikorban. Ez pedig annak az embernek a nevéhez fűződik, akinek a nevét most ugye a tankerületi központok viselik, Klebersberg Kuno. Na most Klebersberg Kuno nevénél rögtön szerintem mindenkinek megáll az ütő a verében, hiszen ugye a kiejtése sem túl egyszerű, és szerintem magasról, vagy messziről ri róla, hogy Klebersberg az nem magyar származású, valóban nem egyébként német származású, és ez a német származású ember rakta le a magyar oktatásnak egy olyan alapját, ami a Nobel-díjasainknak a tömkelegét adta a világnak. Klebersberg Kuno egy nagyon jó törvényt fogadtat el, egy új népiskolai törvényt, ugye ilyet már tanultunk Ötvösnél, most ő egy új népiskolai törvényt hoz, és ehhez több száz új tantermet és tanítói lakást is épít. Tehát nem csak törvényt hoz, hogy most iskolába kell járni, meg hogyan kell iskolába járni, hanem új tantermeket épít, vagy a régieket felújítják, és tanítói lakásokat is építenek, hogy minden egyes faluba legyen tanító. Ezzel pedig Magyarországon a hortikorban az analfabéták, tehát az írni-olvasni nem tudók aránya drasztikusan lecsökken. Na most itt Magyarországon, tehát ez 10% alatt van, ez is elsősorban ugye az idősebb generációkra jellemző, hogy nem tudnak írni-olvasni. Na nézzük meg mondjuk Jugoszláviát ebben a korban. Jó? Vagy Románia. A lakosság fele gyakorlatilag nem tud írni és olvasni. A magyaroknál ez az arány 10% alatti. Még akkor is jól jövünk ki, hogyha velünk hasonló fejlettségű Lengyelországot hasonlítjuk magunkhoz. A lengyeleknél is bizony a lakosságnak az egynegyede, nem tud írni és olvasni. Nálunk ez 10% alatti. És közelítjük ugye Csehszlovákiának a szintjét. Tehát gyakorlatilag ezzel Európa élvonalába kerül Magyarország az analfabétákat tekintve, mármint nem úgy az élvonalba, hanem negatív értelemben, tehát nálunk viszonylag sokan tudnak írni és olvasni, és ez bizony a nyugat-európai szintet közelíti, és tényleg messze lekörözzük a környező államokat. Klebersbergnek a nevéhez fűződik még az is, hogy a két egyetemünket, a Kolozsvárit és a Pozsonyit, amelyeket ugye elcsatolt Trianon, átköltöztetik magyar területre. A Kolozsvári Egyetemből lesz a Szegedi Tudományegyetem, és a Pécsi Tudományegyetem pedig a Pozsonyiból. Mai napig ugye a Szegedi, a Pécsi és a Budapesti Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ország három leghíresebb, legfontosabb tudományegyeteme. Azért tudományegyetem egyébként, mert ugye itt minden kar megtalálható, tehát az orvosi, jogi, bölcsészettudományi tanár és a többi mérnöki karok, ezek mind egy egyetemen belül megtalálhatók, ezért hívjuk őket úgy, tehát ezek teljes egyetemi karok. Na most, amit szeretnék megmutatni, az egy mozaikos animáció a népiskolákról, hogy milyen népiskolai tantermeket hozott létre Klebersberg Kuno, ezek hogyan néztek ki. Igen. Így nézett ki egy hagyományos népiskolai tanterem. Hát nem volt nagyon bonyolultan felszerelve. Itt látjuk rögtön, hogy térképeket használtak, de ami feltűnik, hogy bizony Nagy Magyarország térképeket. Tehát nem trianoni térképeket alkalmaztak, ezzel is ugye a revíziós szellemet erősítették. Aztán voltak ilyen számoló alkalmatosságok, lehet látni különböző ilyen ábrák, mértékegységeket elősegítő ábrák. Ezekben a tantermekben elsősorban osztatlan tanítás folyt. Osztatlan, tehát azt jelenti, hogy ebben a padsorban mondjuk egy első osztály ült, ebben meg egy harmadik, a harmadik padsorban egy második osztály, a negyedik padsorban meg
negyedik osztály, tehát mondjuk egy-négy össze van, vagy legalább két osztály összevonva tanult. Itt mindenféle feliratok voltak. A tanító úr ugye katedrán át kimagasodott az osztályból, nem igazán merészkedett a tanulók közé. Jól látjuk, hogy a kályhába fűtöttek, volt egy kis tábla is. A padok, ugye a gyerekek padokba ültek, szigorú van sorba és rend szerint, és ilyen kis palavesszőkre irogattak. Aki volt ópusztaszerem, az itt fölkiálthat, hogy ő ilyet látott, gyakorlatilag szinte teljesen ezt. Így van, ezt az animációtéket onnan készítették, ott be van rendezve ópusztaszerem egy ilyen tanterem. Ott van egy ilyen felülnézetről is lehet látni, így van, középpontban a tanár áll, és a nebulók itt hallgatják. Jó, tehát még egyszer mondom, ezek elsősorban osztatlan tervek, és itt hátul pedig egy ilyen kis hangszer látható, billentyűs hangszer, nem zongora. Ezzel ugye az énekórákat, hittanórákat lehetett kísérni. Jó, akkor most visszamegyünk, és az oktatás ügy, tehát Klebersberg után megnézzük a kultúrát. Az irodalomnak a legfontosabb fóruma az a Nyugat című folyóirat volt. Erről jövőre sokkal többet fogunk tanulni. Egyelőre a nevét jegyezd meg. A Nyugat, ugye tudjuk, hogy az számunkra fejlettséget jelenti. Nem hiába vette fel az újság ezt a nevet, hogy Nyugat, hiszen ezzel is azt akarta kifejezni, hogy Magyarországnak a nyugati kultúrában van a helye. Azért én úgy gondolom, hogy néhány írót ismerünk már hallásból, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmondnak a nevét, itt van József Attila, aki írt például bele, aztán Illyés Gyula, tehát azért tényleg a legrangosabb íróink és költőink írtak ebben az időben a Nyugatban. Ez volt a legfontosabb lap, amiben verseket, novellákat, vagy éppen különböző műveket közöltek. Aztán volt egy másik része az íróinknak, például az előbb említett Móricz is, aki éppen a falvaknak a nyomorára, a szegénységre akarta felhívni a figyelmet, és éppen ezért meggyőztek írókat, illetve lelkes egyetemistákat, hogy menjenek ki a falvakba, és nézzék meg, hogy ott hogy élnek az emberek a falvakban, illetve a tanyákon, az Alföldön elsősorban. Ez az úgynevezett falukutató mozgalom, illetve a népi íróknak a mozgalma, akik szerint az íróknak és a költőknek igenis feladata, hogy ezeket az embereket segítse ahhoz, hogy jobb élet legyen. Tehát legalábbis megmutassa a hatalomnak, hogy milyen nyomorú körülmények között élnek, nyomorúságos körülmények között élnek, és ezáltal is elősegítse azt, hogy valamit a helyzetükön javítsanak. Az egyik leghíresebb ilyen népíró Móricz Zsigmond lett, és az ő kisregénye az Árvácska, amelyik egy árvaházból a tanyákra került örökbefogadott kislánynak a tragédiáját, vagy hát az életét, nyomorúságát dolgozza fel. Illetve Illyés Gyulának a Puszták népe szintén ugye ezt a falusi nyomort próbálja meg feldolgozni. A zenében ugye azt hiszem, hogy ezt biztos tudjátok, Kodály Zoltán és Bartók Béla nagy korszaka a Horthy-kor, tehát ők ekkor van az egyik alkotói korszakuk, vagy leghíresebb alkotói korszakuk. Egyébként Bartók Béla a zsidó törvények elfogadása után, nem azért, mert zsidó, hanem csak nem ért egyet ezzel az egész jobboldali nácizmus felé hajló szellemiséggel, elhagyja az országot. Kodály nem. Aztán fontos találmányok jönnek a korban. Mondtam egyébként, hogy a Horthy-kor iskoláztatása nagyon jól sikerült. Nagyon jól sikerül a Szegedi Tudomány Egyetemnek az átköltöztetése is, mert Szegeden az egyetemen fejleszti ki Szentgyörgyi Albert a C-vitamint. Ez ugye azért volt fontos, a C-vitamin, mert egész addig, ha például egy hosszabb hajóútra mentünk, akkor mindig ki kellett kötni, hogy friss C-vitamint vásároljunk, hiszen a C-vitamin hiány az skorbutot okoz, kihullik a hajunk, ilyen bevérzések jelennek meg, és a végén ugye meghalunk. Szóval nem egy jó állapot a skorbut, ez ilyen tengerész betegségnek is szokták hívni. Ez ellen úgy védekeztek, hogy mindig a hajóknak ki kellett kötniük, hogy friss zöldséget, gyümölcsöt vásároljanak. Ugyanakkor Szentgyörgyi Albertnek sikerült tablettásítani a C-vitamint, tehát ez az ő nagy találmánya, és innentől kezdve például egy tengeralattjáró
személyzetének még nem kell följönni hónapokig sem azért, hogy mondjuk C-vitamint, vagy gyümölcsöt és zöldséget vásároljanak, hanem szépen tablettában beveszik a C-vitamin. Tehát ez egy nagyon jó találmánya. A másik, ugye ez a golyóstól, ez szintén egy magyar találmány volt, bírónak a találmánya, a telehor pedig Mihály Dénesnek a találmánya ebben az időben kerül sor. Ugye látjuk, ez a televíziónak a, gyakorlatilag az őse. De aztán említhetnénk ugye Telleredét, aki majd az amerikai atombomba, pontosabb a hidrogénbomba kutatásokban fog szerepet játszani, Szilárd Leó szintén, csak ők is ugye az Egyesült Államokban menekülnek, zsidó származásúak. Tehát a magyar tudomány rengeteg-rengeteg olyan találmányt, illetve olyan szakembert termel ki magából, akikre méltán büszkék lehetünk. Ennyit tehát a társadalom és kultúráról. Nézzük a hétköznapi életet, talán ez egy kicsit vidámabb téma lesz. Ebben az időszakban tovább folytatódik a városiasodásnak az előretölése, és megjelennek, illetve tovább fejlődnek azok a közlekedési eszközök, amelyek ugye a városokra jellemzők. A villamos, aztán a trolibusz, az autóbuszok, föld alatti. Új hidak is épülnek Magyarországon, illetve Budapesten leginkább, tehát több új hidat is átadnak, például a Szabadsághidat. Na most, ami érdekes talán, hogy nálunk ugye balos közlekedés volt, egészen 1941-ig itt a dátumot le lehet olvasni. 1941-ben aztán Magyarország is átváltott a jobbos közlekedésre, és azt látjuk, hogy ilyen hatalmas nagy plakátokon hirdették, meg próbálták az autósokat orientálni, hogy hát nehogy balesetet okozzanak ezáltal. Itt azért látjuk, hogy hát az átállás az eléggé indokolt volt, hiszen a balos kékkel közlekedés, és pirossal jelölik a jobbos közlekedés, tehát azért látjuk, hogy sokkal több helyen közlekednek jobbosan. Hogyha valakit nagyon ügyes, ugye tudja, hogy Angliában van balos közlekedés, és hogyha gyorsan megnézi a térképet, India, Ausztrália, Dél-Afrika, akkor rögtön rájön, hogy az angol gyarmatok egy része tartotta meg, ott sem mindenki a balos közlekedést a világon. Igen, itt pedig látjuk ugye az autót, ez már azért néhány családnak elérhető volt, ugye főleg az úri középosztálynak, illetve az arisztokratáknak. Ugye itt az arisztokratáknál nem csak, hogy autójuk volt, és nagyon jól felszerelt fürdőszobájuk, hanem egy cselédjük is, ugyanúgy, ahogy az úri középosztálynak is, ugye még mindig voltak cselédek, akik ugye mindent elvégeztek. A divatot látjuk, ez a 20-as évek divatja, kicsit olyan fiúsabb szabás mintákkal, ez pedig az újra nőiesebbé váló 30-as, 40-es éveknek a divatja. Filmgyártás. Hát igen, a magyar filmgyártás az a 30-as években éli az egyik virágkorát, ekkor már hangos filmeket gyártanak, és amiben nagyon jók a magyarok, azok a vígjátékoknak a gyártása. Két korabeli vígjátékot tudok kiemelni, az egyik az a Meseautó, ezt meg lehet nézni egyébként, aki szeretné, fönt van a YouTube-on, vagy a valamelyik csatornán szerintem biztos fönt van, a másik pedig a Hippolit, a Lakály. Ez a két leghíresebb filmünk a 30-as évekből, még egyszer mondom, már hangos film, és Kapos Gyula, Csortos Gyula szereplésével, ők nagyon híres színészek voltak ebben az időszakban, és ha jól tudom, akkor Horthy is egyetlen egy mozifilmre ment el, talán a Hippolitra. Rádiózás, itt ez a korszaknak ugye a nagy információt adó eszköze. Itt azt látjuk, hogy bizony a 30-as években nem volt mindenhol rádió, hanem ahol volt rádió, de átmentek a szomszédok, és így közösen hallgatták a műsorokat, tehát több család hallgatta a műsort. Orion Rádió, ott már igazi magyar gyártású rádiók is voltak. Sport, ugye arra vigyázunk, hogy itt nem Puskást látjuk. A magyar foci a 30-as években érte az egyik aranykorát, nem az 50-esben, és a 30-as évekről beszélünk, 1938
2006-ban a magyar válogatott világbajnoki döntőt játszott az olaszokkal, és ezt is elvesztettük, tehát két világbajnoki döntőbe jutott be a magyar válogatott, de hát az olaszokkal szemben is vesztett. Viszont nagyon sikeresek voltak a vívóink, Elek Ilona, Gerevics Haladár, aztán a vízilabda csapatunk szintén 32-ben, 36-ban is olimpiai aranyérmet szerzett. Turizmus. Ekkor lendül fel elsősorban a Balatonnak a turizmusa. Itt látjuk egy családot a 30-as években a Balatonnál nyaralni, és szerintem ugyanazt tesszük most is, mint akkor. Fogast, grillt, vannak kitűnő magyar konyha, és táncmulatságot is rendeztek esténként a Balatonnál. Megjelentek az ilyen sportok, extrémebb sportok, ezt meséltem, mondtam az előbb, hogy repülőzés, aztán sétahajózást is lehetett a Balatonnál, tehát egy csomó mindent. Télen, ugye fönt Pesten a Normafához föl lehetett járni, szánkózni, síelni, aztán a Városligetben, aki a cirkuszban szokott velük járni, azon a tavacskán, amin át szoktunk sétálni, ugye az télen műjégpálya, ott lehetett korcsolyázni, aztán szintén divatba jött a kirándulás, sőt, Pesten ilyen kiránduló buszok is voltak, ilyen nyitott tetejű buszok, mint ma. Semmi sincs új a nap alatt. A Levente mozgalom, az talán számunkra azért érdekes, mert ugye a magyar hadsereg létszámát 35 ezer főbe korlátozza a trianoni béke, de a magyarok ezt rögtön átverik, vagy, hogy mondjam, kijátszák ezt a rendeletet a következőképpen. Nem hivatalosan, délutánonként a falvakban, egy-egy katona viselt ember, aki az első világháborúban például harcolt, összeszedi a fiúkat, a fiatal fiúkat, itt lehet is látni, kamasz fiúkat, és tart nekik alapvető kiképzést, katonai kiképzést, hogy tudjanak menetelni, húzni, lőni a fegyverekkel. Pontosan azért, hogyha majd Magyarország nekiáll újra fegyverkezni, akkor, hát te teljesen én alfabétán álljunk neki a fegyverkezésnek. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen bújtatott kiképzés volt. Kiképzése volt a fiúknak. Ezért van azt, hogy amikor a győri fegyverkezési programon Darányi meghirdeti, utána elég gyorsan fel tudják tölteni a hadseregnek a létszámát, mert azért a fiú gyerekeknek, vagy a férfiaknak már, akkor van valamennyi fogalmuk arról, hogy hogyan kell harcolni, vagy legalábbis vannak alapvető fogalmaik a katonaságról, és ez a Levente mozgalomnak köszönhető, ugye ős magyar nevet választottak ennek a mozgalomnak, Levente. Az egészségügy is drasztikusan fejlődött, nézzük csak meg, például a csecsemő halandóság. Tehát 1920-ban 1000 csecsemőből 192 még meghalt, 1940-ben már csak 130, ma egyébként ez még inkább lecsökkent 6000-re, tehát 1000 csecsemőből 6 hal meg. Tehát csökken a csecsemő halandóság, köszönhetően lehet látni a kórházak elterjedésének. Itt lehet látni a kórházak személyzetét, a férfi orvos mellett itt már elég sok női ápolót, műtős nőt és egyebeket is tudunk találni. Egyébként nők is járhattak az orvosi egyetemekre, csak akkoriban az volt a divat, hogy egy nő addig volt mondjuk orvos, amíg férhez nem ment, utána elsősorban a férjének a magánpraxisában volt ő ilyen kis ápoló vagy asszisztensi szerepe, tehát elsősorban csak addig dolgozott mondjuk egy kórházban, amíg férhez nem ment. Hát a falvak világa, igen. Hát itt nemhogy melegvíz nem nagyon van, a világítás is leginkább petróleummal, meg mindenféle lámpákkal történik. Ugye ezt az előbbi leckében, illetve hát a nem sokkal korábban mondtam, hogy ez tényleg az országnak egy nagyon elhanyagolt és meglehetősen szegény területe volt a falvak. Hát igen, fürdőszoba helyett mosdás. Az jó, hogyha volt falikút, tehát ez a jobbik eset. Hát látjuk így hárman egy ilyen kis mosdóból, és lehet, hogy még valaki látott ilyet esetleg a nagyszülőknél, ilyen kivágott stokit, amin bele lehetett tenni ezt a mosdótálat. A falusi szórakozás, azon kívül, hogy megvoltak a hagyományos bálok, például a szüreti bál, amellett a faluban is elterjedt a foci, ugye, hogy a falvaknak van foci csapata. Aztán különböző ilyen dalárdák, tehát ilyen dalkörök, vagy esetleg színjátszó körök a jobb helyeken, még a falusi szórakozásnak a lehetőségét
mutatták. Olvasókörök is voltak, ugyanis ekkoriban azért már ilyen könyvtárak létrejönnek a falvakban, ahova napilapokat is járatnak, tehát újságokat is, meg néhány könyvet is, és akkor oda járnak olvasgatni. Például a nagyanyám is ilyen helyre járt, és nagyon szeretett olvasni. Itt lehet látni például ezeket. Rába Kecskédi olvasókör könyvtára 50 új könyvet kapott, tehát itt lehet látni. Itt pedig a dalárdát látjuk, ahol a tanító összeszedte a jóhangú asszonyokat és férfiakat a faluban, hiszen ugye tudjuk, a tanítóknak tudniuk kellett hangszeren is játszani, illetve jó hang, énekhanggal is rendelkezni kellett, és akkor ilyen dalárdákat csináltak a falvakban, akik a különböző műsorok, megemlékezések alatt énekeltek. A feladatotok majd annyi lesz, hogy leírjátok a vázlatot erről az időszakról. Mást egyelőre nem adok más írásbeli feladatot sem, hiszen készülni kell a dolgozatra.